Újfent üdvözöllek benneteket a Csornafogtai csatorna partjáról. A tavalyi filmem végén ugye úgy köszöntem el, hogy idén visszatérek, és mivel ezt a beköszönést látjátok, ez azt jelenti, hogy nem is voltam eredménytelen. Nem ez az első horgászatom már, igyekeztem heti kétszer egy éjszakát kint lenni, és rögtön az első ilyen alkalom eseménydúsra sikeredett. Az akadás tökéletes, az ananászos XL-es tornádó popát még megvan, a hardcore kukoricát már elhagyta. Nem is indíthattam volna jobban az idei csatorna szezont, hisz bedobás után körülbelül egy két órával sikerült fogjak. Hát egy ilyen nem túl nagy, de kezdésnek tökéletes amúrt. Remélem azért az idei nyár kicsit többet tartogat számomra, mint a tavalyi. Folytassuk. A tavalyi évben a csatorna egy másik szakaszán horgáztam, körülbelül 4-5 kilométerrel feljebb. Ahogy észrevettem, ez a rész már nagyon túlhorgászott lett, rengeteg hely van kivágva, szerintem ez volt az egyik fő oka annak, hogy ott kevésbé voltam sikeres. Hogy idén min változtattam? Fontos volt, hogy egy olyan részt, egy olyan szakaszt találjak, ahol alig vagy egyáltalán nincsenek horgászhelyek kialakítva. Olyan nádassal benőtt részt kerestem, ahol látszólag az le van rágva, így sejteni lehet az amúrok jelenlétét. Bízom benne, hogy itt megállnak és táplálkoznak is. Jajjaj, de ne ide menj már! Kapása brutális volt. Volt egy csippanásom. Ide jöttem, megnéztem, hogy történik-e valami. És körülbelül egy olyan két perc után felcsapta a swingeremet, és hát egy jó 6-7 perce fárasztom már. De még jól bírja, nem adta föl. Hát igen, most már elég meleg a víz. Közben megesznek a szúnyogok. Na, talán elfáradt. Ah, megvan. A Ronny rig ismét tökéletesen működött. Fárasztás közben már elhagyta a mézes vajsavas embutrik popapot. A hajnal sem indul rosszabbul, mint az este. Ezt nincs még 5 óra, és már itt az első amúr. Ezt nézzétek. Ő most az egyszem mézes, vajsavas embutrik popapot választotta, Ronny rigen felkínálva. Növekszik a méret. Ezen a részen találtam még kopár, illetve sással benőtt részeket is, ezeket mellőztem. Ami még fontos volt, hogy lehetőleg ne legyen átjáró forgalom. Ahol tavaly horgáztam, ott a tehenészetek miatt a gulyások, illetve a tulajdonosok éjszaka is gyakran közlekedtek a járműveikkel, illetve volt olyan eset is, hogy az éjszaka közepén traktorral húztak ki egy tehenet, ami becsúszott a csatornába. Hát itt nincs ilyen probléma szerencsére, ez az ajongás azért nem jó.
Már éppen elhelyezkedtem aludni, mikor egy vehemens kapással jött egy újabb jelentkező. De még csak picike, de nagyon tudok neki örülni. Minden egyes halnak óriási értéke van innen a csatornából. Az egyik ilyen állásomon is látszik, hogy már rendesen megcsupálták a nádat az amúrok. Dobásoknál igyekszem betenni a növényzet alá a felcsalizott horgot. Innen is jött a legtöbb kapás. Thank you.
ez a hét sem indul rosszabbul, mint a múlt hét. Ez pár óra után már is elhúzta ez a szép amúr. Elég jó kis csatát vívtunk itt a szűk csatornába. Hát remélem a folytatás sem lesz rosszabb. Várjuk a következőt. Szépen legeltek az amúrok. Hát igen, ez nem a kitérkövezett part. Ezzel számolni kell, hogyha valaki le akar jönni a csatira. Brutális kapásra rohantam ki. Megmondom őszintén, már azt hittem, nem fogok semmit. Egy dévért és egy kárász fogtam az éjjel, de ez a hajnali kapás időszak már igencsak a végéhez ért. Aztán a semmiből felrobbant a jelzőm. Csalin nem változtattam semmit. Már eddig is sikeres mézes, vajsavas, embutlit pop-upot kínáltam egy Ronny Rigen. Bízom benne, hogy kijön, és jól ül a horog. Eléggé a szájos szélében van a csali, de hát most már csak meg lesz. Brutálisat vannak ezek a csatornai amúrok. Folyton be akar jönni ide a part alá, negatívba hajlítva a botot. Ezért jövök egy kicsit fentem. Na, Tomás. Nem. Hát ebben még van erő. Szerintem is már kicsit. A Ronny Rig. Az éjszaka fogtam egy dévért és egy kárászt, azok olyan fél kilósak voltak, és azt hittem, hogy ennyi volt az eheti peca, de reggel 7-kor ez az amúr kihúzott a csávából. Addig nagyon jól alakul az idei szezon. 3 peca alatt jött eddig 4 amúr, egy ponty és pár egyéb hal. Gyerünk! Brutális kapás volt. Éppen lefeküdtem aludni. Aha, irányt váltott.
Mi lesz ez? Amúr. Ott van a szája széléből Tornádó XL ananász, illetve egy szem szatmári szilvás kukorica. Na gyere, pajtás! Hát még nem akar. Brutálisat küzdenek ezek a zamúrok. Aha, hát én csak azt gondoltam, hogy ennyi. Megvan. A soron következő horgászat első amúrjára. Nem kellett olyan sokat várni. Szép, hogy lefeküdtem aludni, és egy 20 percre rá el is húzta ez a kis amúr. Csalinak egy szem ananászos Tornádó XL pop-upot használtam, és egy szatmári szilvás kukoricát könnyítettem ki ezzel Ronirigen. Hát úgy néz ki, ez most tetszik nekik. Ciao. A már megszokott munka utáni éjszakai horgászatomra készülök, immáron ez lesz az ötödik, és amíg bedöcögök a csatorna partján, addig szeretném összefoglalni, hogy mi történt az elmúlt 4 darab éjszaka alatt. Összesen fogtam 5 darab amúrt, 1 darab pontyot és néhány keszegett kárászt. Hát igencsak meglepett engem is ez az eredmény, hiszen tavaly azért a néhány halért hát igen sokat kellett dolgozzak, nagyon sokat kellett kijárjak. Bízom benne, hogy a folytatás is hasonló lesz. Most a következő cél az, hogy megpróbálni növelni egy kicsit a halak méretét, hisz nagyon örülök annak is, amit eddig fogtam, viszont minden vágyam egy kapitális ponty vagy amúr innen a csatornából. Biztos vagyok benne, hogy él itt ilyen, van itt ilyen, meg kell fogni. A tehenek az idén sem kerülnek el, szerencsére a túloldalon vannak. Az elmúlt pár hal közeli fárasztása során kicsit megviselődött már a zsinór, igencsak macskás. Ezt most eldobok egy pár méter zsinort, ne ezzel múljon a következő hal. Úgyhogy ezt most gyorsan megcsinálom mindkét botomon. És utána igyekszem minél előbb a helyükre rakni őket, hiszen már igencsak megy le a nap. Lassan jön az első kapásnak az időszaka. Vagyis hát eddig így volt, remélem ezután is így lesz. Gyorsan visszakötöm a főzsinort a letkor végén található kis hurokba. Egy biztonsági klincs csomóval.
megnedvesítem. És kész. Nem dobjuk el, nem szemetelünk. Brutális kapásra keltem. Tartja Isten. Éppen a legmélyebb álmaimat aludtam. Akkor egyszerűen csak felrobbant a jelzőm. Már elment egészen sodrásnak fölfele. Ezekkel az irányváltoztatásokkal igazán amúra enged következtetni. Aha. Elment. Az éjszakai vesztett tamúron kívül más érdemleges akció nem történt, ami viszont most már nagyon feltűnő, hogy a jobb oldali állásomba helyezett botra jönnek a kapások. Itt minden esetben egy pop-upot kínálok fel Ronirigen. A horgászataim elején itt a baloldali kis nyílásba helyezett botra jött szinte az összes kapás. Most hát ez teljesen átfordult, nem tudom ennek az okát, viszont az egyetlen különbség az annyi, hogy itt a baloldali állásban lévő botomon mindig egy magot, tehát vagy egy kukoricát, vagy egy tigrismagyarót könnyítettem ki valamilyen tornádó XL csalival. Most a következő alkalommal ki fogom próbálni itt is csak a pop-upot. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e változás, majd kiderül. Sikerült végre fogjak egy kicsit jobb méretű tükörpontyot.
igazán jót küzdöttünk, megpróbálom megmutatni. Igazi sötét tónusú csatornalakó. Ezt nézzétek, nagyon-nagyon örülök neki. Kis pocakos. Engedjük is vissza. Közeledik az este, így az etetés előtt szeretném bemutatni azt a keveréket, mely már többször bizonyított. Ennek alapja itt van ebbe a vödörbe. Ez kukorica, búza és repce. Ezt én áztatom, ebben a nyári melegbe ez pár nap után megerjed. Ezt minden esetben kiegészítem tigris magyaróval. Egy ilyen zacskót szoktam elfelezni kezdésnek a két botra. Illetve van még itt mellettem egy zacskó, melyben már nagyon kevés van. Ez egy jövő év újdonság, ez a spanyol magyaró névre hallgat. Ez egy csípős magyarós bojli, illetve van még itt egy doboz, ez az édes ananász. Ezt is használom néha. Én úgy gondolom, hogy ezek a szénhidrátos, növényi jellegű bojlik általában ezeken a vadvizeken jól szoktak működni. Aztán van az a szenárió is, amikor elfelejtem ezt elkészíteni, elfelejtem a magmixemet összerakni, na ilyenkor veszem jó hasznát a tigris magyaró mixnek. Ez tartalmaz nagyszemű kukoricát, fekete tigris magyarót és normált. Egy-egy ilyen zacskóval elosztok a két boton, aztán halanként pótlom. Jó reggelt kívánok! Brutális kapásra rohantam ide, megmondom őszintén, már úgy voltam vele, hogy összepakolok és elmegyek haza. Az éjszaka nem volt egyetlen egy kapásom se. És így azt vettem észre, hogy hát igen, reggel 7 óráig bezárólag leszakott zajlani az utolsó kapás. Na, kis ponty. Most már azért 8 óra is elmúlt, úgyhogy hát nem bíztam benne, de csak összejött. Gyere ide. Igaz az a mondás, hogy aki a kicsit nem becsüli, az nagyot úgysem fog. Hát a pakolás előtt sikerült nyakon csípni azért egy ilyen kis petlimentő nyurgapontyot. Nem nagy, de nagyon tudok ennek is örülni, hiszen nem minden kapás ajándék. Ő is díjazta a Ronny Reagan felkínált mézes vajsavas popepot. Hát majd csak kiadja a biget. Közben az eső is elkezdett esni. Már épp csak a botok voltak hátra, nem végeztem a pakolással. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyenkor lesz kapásom.
találtam a dobozomba egy potmangós Magnum pop-upot. Hát mondom, felrakom, lesz ami lesz. Íme. Ő már az enyém. Már éppen végeztem a pakolással, amikor felrobbant a jelzőm, csak a botok voltak hátra, és hát ő várt a túlvégen. Rajta azért látszik, hogy nincs könnyű élete itt a csatornában, de remélem, miután visszaengedtem, hamar beforrnak ezek a kis harci sérülések rajta. Nagyon tudok neki örülni, így fényes nappal. Itt van, egy 20 kiló 20 dekás, igazi csatornalakó amúr, érintetlen, hibátlan, nagyon-nagyon boldog vagyok. Igen.